Vielen herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich muss ehrlich sagen, es ist für mich ein Riesenprivileg, hier vor euch und Ihnen sprechen zu dürfen. Ich war vor 3 Jahren zum ersten Mal mit einigen Studierenden aus Benediktbeuern, wo ich Theologie unterrichten durfte, hier. Und wir waren sehr bewegt von dem, was sich hier alles tut. Und seitdem gibt es eine intensive Verbindung mit dem Gebetshaus. Und deswegen bin ich sehr froh und dankbar, heute hier zu sein. És ezért nagyon örülök, hogy ma itt lehetek közöttetek, és beszélhetek a szeretet és az igazság kapcsolatáról. Gondolkozhatunk együtt. Mielőtt elkezdeném az előadást, egy kis lokálpatrióta kérdést szeretnék fölni. Van-e itt valaki a pászói egyházmegyéből? Igen, van. Azért van őrülten sokat, nem hallok, de azért vannak. Ich habe eine Idee, da sind auch noch welche. Ich habe die Idee gehabt, als wir da gondolatom, hogy wir könnten uns de ez így magától ez vagy spontán jött, hogy fél ötkor találkozhatnánk majd ott a 6-os csarnokban, ahol azok a jó kis kényelmes ülő garnitúrák vannak. És együtt elgondolkozhatnánk azon, hogy tudunk-e a saját egyházmegyénkbe valamilyen impulzusokat magunkkal vinni. Tehát fél ötkor ott találkoznak a passzaujak. És mi is összerázhatjuk az agyunkat, hogy itt jusszunk haza. Ez saját megjegyzés volt, bocsánat. És ami passzáról igaz, az mindenkinek igaz, ő is ezt mondja, mindenkire érvényes. Sok szöveget fogtok kapni, mert én egy professzor vagyok, egy szóval régen tanítottam az egyetemen, de mindent meg fog magyarázni, meg ígérem. Aki nem szeret, az a halálban marad, mondja az első János levélben az evangélista János, hogyha ez így van, kedveseim, és már tegnap is, mert ma is azon gondolkoztunk, hogy a szeretet olyan szó, amit nagyon könnyű félreérteni, és talán a leggyakrabban, vagy legtöbbször félreértett, és hát kiforgatott szava a világnak, talán Isten mellett, és ami nyilván ez a két dolog összefügg, hiszen Isten a szeretet. Tehát, ha igaz, akkor az a fontos, hogy megtudjuk pontosabban, hogy mi is a szeretet. Akkor ez a mondat azt jelenti, hogy jó, ha már megöregedett, és megöregedtél, és van idő teológiát tanulni, akkor foglalkozhatsz vele, hanem ez élet és halál kérdése. Élet és halál kérdése a szeretet. Aki nem szeret, vagy nem a megfelelő módon, a jó módon szeret, az a halálban marad. És ez valódi, a jó módon, ez azt jelenti, itt mindjárt följön az igazság kérdése is rögtön összekapcsolódik. Mit jelent az, hogy a jó módon, megfelelő módon, vagy az igazságban szeretni? Most a technika kicsit nem fogadott szó, de sikerült. Csak kicsit lassan jön be. Azt akarta, hogy apránként jön fel a szöveg, és egyszerre megjelent az egész. Eddig mindig lenyűgöztek a totális professzionalizmusokkal, úgyhogy most meg vagyok lepve. Na mindegy. Az a baj, hogy én nem tudom innen elolvasni, olyan apróra van írva, de majd megpróbálom kihámozni abból, amit mond. Tehát, hogyha az igazságról akarunk beszélni, megérteni egymást, akkor alapvetően azért mindenki tudja, hogy mi az igazság, de azért nagyon különböző benyomásaink vannak, intuícióink. Az egyik az, hogy ami egyszer igaz, az mindig minden időben és mindenütt igaz. A 2 meg a 2 az 4, és ez 1000 év múlva is igaz lesz, a holdon is igaz lesz, és más világokban is igaz lesz, 2 meg 2 az mindig 4 lesz. Akkor is, hogyha valaki azt mondja, 2 meg 2, 5, akkor megkérdezik, hogy elgurultál, vagy ott vagy, beszedtél valami kábítószer, vagy nem vagy egészen kinégy sarokra. Tehát ez a megérzésünk, hogy az igazság mindenütt mindig igaz. A másik, ami egyre inkább terjedőben van, vagy egyre inkább érvényesül, az a gondolkodásmód, hogy ami tegnap igaz volt, az lehet, hogy valószínűleg holnapra már nem is lesz az. Például az a mondat, hogy az emberhez legjobban illő államforma a demokrácia, legtöbben a mi országunkban ezt igaznak tartanánk. De mi lesz 10 év múlva, vagy 20 év múlva, vagy mi van más országokban, ahol meg vannak elégedve a királyukkal. Most akkor mondhatjuk, hogy ez igaz, ez a mondat, vagy ez egy személyes, szubjektív meggyőződés, ami a kultúrától függ, és az időtől, a kortól függ, a történelemtől függ.
bin ich gespannt, ob das Ganze kommt. Naja, es geht so nach und nach. Also beide Auffassungen von Wahrheit scheinen sich zu widersprechen. Im zweiten Fall geht es um Wahrheit von Überzeugungen. Wir haben Fakten, wir haben Plausibilitäten, wir haben Mehrheitsmeinungen und so nach und nach formt sich in uns die Überzeugung, dass es wahr. Und von denen, die jetzt heute hier sind, bin ich der Meinung, dass Sie wahrscheinlich meinen, dass es einen richtigen Zusammenhang gibt zwischen wahr im Sinn von 2 und 2 ist 4 und wahr im Sinn von Überzeugung. Hogy szoros az összefüggés a két igazság között, tehát az, ami igaz abban az értelemben, mint a 2, meg 2 az 4, illetve a másik igazság között, ami bizonyos helyzetben igaz. Sokan közületek lehetőnek tartjátok, hogy a meggyőződések területén is létezik biztos tudás. Die meisten von Ihnen wären deswegen wahrscheinlich hier, nicht hier. Es gibt auch im Bereich von Überzeugungen sicheres Wissen. Ist nur heute ganz schwer zu vermitteln, weil wir heute in einer Zeit und Gesellschaft leben, in der sogenannte Relativismus herrscht, alles ist relativ, alles ist zeitbezogen, tehát minden relativ, minden viszonylagos, minden a összefüggésektől, kontextustól függés, individualista korban élünk. Tehát ami nekem igaz, vagy amit én igaznak tartok, az az én dolgom. És ma reggel azt mondta Johannes, hogy ugye sokan úgy gondolják, hogy nekem maga fazonja, maga stílusa szerint legyen boldog. Ezért mondják sokan emberek, és ez egyre jobban elterjed a kultúránkban, hogy a meggyőződések területén nincsen objektív igazság, hanem mindenki legyen boldog és elégedett úgy, ahogy ő szeretne, az ő ízlése szerint. És az individualizmus jegyében inkább hagyjuk egymást nyugton békén. Amit te igaznak tartasz, különösen, hogyha a vallási dolog, akkor az a lényeg hagyadékén. A vallási meggyőződéseket egyre inkább a privát területre, magánélet területére szorítják ki, és a társadalomban egyre kisebb a jelentőségük. Igazából totalitáriusnak gondolják a keresztényeknek például azt az igényét, hogy a mindenre érvényes, egyetemes igazságokat akarnak kijelenteni, és azt állítják, hogy mindenkire igaz. Mit Ihnen noch eine kleine Unterscheidung machen. Szeretnék még egy kis megkülönböztetést tenni. Ez egy ökumenikus találkozó, úgyhogy elég nagy vonalakban fogok kitérni a különböző felekezetek különböző hangsúlyaira, de most amire figyelek, az leginkább a katolikus és az evangélikus egyház közti különbség. Az igazság tekintetében a katolikusok inkább arra hajlanak, hogy azt mondják, igen, van olyan, hogy objektív igazság, és ez, ami egyszer érvényes, az mindig érvényes a hitünkben is, a liturgiában is, arra hajlunk inkább, vagy arra hajlunk inkább a katolikusok, hogy ezt képviseljük. Az evangélikus keresztények inkább arra hajlanak, hogy azt mondják, hogy ami az én számomra fontos és helyes, az az igazság. Mind a kettőnek megvan a maga helyessége, megpróbálok majd megpróbálom két dolgot kisbékíteni egymásra, de mind a kettőnek megvan a maga kísértései. Ha sok katolikus van itt, aki tudja, hogy a katolicizmusban arra hajlunk, hogy azt mondjuk, amit a plébános mond, az már csak rendben van, a misét úgy ünnepeljük, hogy mindig is ünnepeltük, így szoktuk plébános úr, és megvan a hierarchia, és így ez rendjén van. Nicht unbedingt wahnsinnig engagieren mit der Frage, wie geht eigentlich meinem persönlichen Glauben. Also ich kann da relativ magam, és nem kell túlsokat foglalkoznom azzal, hogy én személyesen miben hiszek. Én nem tudok előírásokat tenni, elmegyünk a misére, aztán, mert hát oda el kell menni, mert a nagymama akarja, vagy mert ezt úgy illik. De hogy ez tesz fel velem valamit, ez a mise, nem tudom, mindesetre kifele megteszünk. Az evangélikus körökben a másik kísértés, egy másik kísértés van jelen, hogy erősen hajlunk arra, hogy az én keresztény emberem, a kereszténységem nem szorul rá az egyház közvetítésére, hanem hogy én abból mennyit akarok igénybe venni, ez rajtam áll. Tehát nincs szükségem az egyház közvetítésére. Ein bisschen zu gesetzlich, oder?
Also, egy kicsit túl törvényesnek érezzük, hogy valamit csinálni kell. Mi van, magadat akarod üdvözíteni? Ez olyan nagyon katolikus szagú, hogy te teljesítményre akarsz üdvözölni. Auch in unseren Konfessionen ist die Wahrheitsfrage különböző hangsúlyokat, különböző helyre tesszük a hangsúlyokat az igazság kérdésében. És úgy tűnik, hogy nem igazán tudjuk megmagyarázni, hogy mi is az objektív és a meggyőződések igazságában, szóval nem tudjuk közben összebékíteni. A kettő meg kettő igazsága nem segít a meggyőződésekkel kérdésében. In der Frage nach dem, was ist eigentlich wahr? Abban a kérdésben vagyunk. Und jetzt möchte ich mit Ihnen einen Begriff az a kérdés, hogy mi hogy állunk ezzel a kérdéssel, hogy akkor mi az igaz. Der mir im Lauf meiner Glaubensgeschichte und auch im Lauf des philosophischen Nachdenkens sehr wichtig geworden ist, ein paar von meinen früheren Studierenden sind hier, denen wird das Thema zum Hals raushängen. Akkor megtapasztaltam, mert bennem kikristályosodott. Eleve elnézést kérek azoktól, akik diákjaim voltak, és már a fülükön jön ki. De ez egy nagyon fontos téma számomra, a tárgyilagosság. Mindjárt érthetőbbé válik. Ez nem azt jelenti, a tárgyilagosság, hogy itt egy katolikus teológiai professzor, majd ez itten ezeket a rajongókat, akik mindig csápolnak, meg minden egy kicsit le akarja higgasztani. Nem. Ezt a gyanút egy kicsit takarítsátok ki a fejetekből, meg a szívetekből. Ami igazán fontos. Na, megint följön az egész szövegem. Na, nem baj. A világban mozgunk úgy, hogy testünk és lelkünk van. Ebben a világban élünk, ebben a korban, ezekkel az igényekkel és szükségletekkel, ezekkel az ösztönökkel és kívánságokkal, és valahogyan ezeket a kívánságokat teljesíteni kell. Ahogy ma reggel is már hallottuk, hogy délelőtt, ennünk kell, innunk kell, aludnunk kell, szexualitásra vágyunk, biztonságra vágyunk, elismerésre vágyunk, közösségre vágyunk, ezek mind fontos dolgok, és mindent valahogyan kell, és jó is, ha tesszük, és igenis szabad is ezeket a vágyakat kielégíteni, csak hogy mindez elvezet bennünket ahhoz a kísértéshez, hogy abba a kísértésbe visz minket, hogy alapvetően a világot és az embereket folyton csak abban a szempontból nézem, hogy mit jelentek számomra nekem. Találkozom egy emberrel, és az a kérdés, hogy ő nekem ad-e biztonságot, ad-e ennivalót nekem. Van-e itt kaja, akkor nekem jut-e belőle. Grand Canyon, von dem der Johannes heute morgen ott van ugye a Grand Canyon, amiről Johannes beszélt. Odaállok elé, és akkor hát ez most az én kedvemé van, nem? Vagy az enyém. Tehát nagyon hajlunk arra, hogy alles, was uns versorgt, was uns Sicherheit gibt, was uns Anerkennung gibt, unter der Perspektive des für mich zu betrachten. Und meine Lieben, das ist nicht nur illegitim, das ist nicht nur unmoralisch. Wenn Sie, weiß ich was, in eine Metzgerei gehen und gerne ein Leberkäs kaufen, dann ist die Verkäuferin auch dafür da oder der Verkäufer, den Leberkäs zu verkaufen. Sie hat einen Nutzen davon, er hat einen Nutzen davon, sie hat einen Nutzen davon. Nyilván van neki belőle haszna, de nekem is, tehát kölcsönösen kiszolgáljuk egymást a használhatóság szempontjai szerint, és ez így normális, tehát ez nem illegitim. Szabad egymást ilyen értelemben használni, bár, de mindannyian érezzük azt, hogy ez a másikat, illetve hogy ennek, hogy a másikat, illetve a világot a magunk javára használjuk, ennek korlátai vannak. Érezzük azt, hogy erkölcsi, morális lények vagyunk, és nem tehetjük, hogy csak használjuk a másikat. Van valami határ. Azt hiszem, vagy hiszem azt, hogy az egyik mélyebb ok, ami miatt létezik ez a határ, az az értelmünknek a szerkezete, vagy a felismerésre való képességünk sajátossága. Egy kicsit filozófikus vagyok, bocsánat, majd mindjárt kijövök ebből a sarokból.
Vernunft, de röviden Leiden, beszéljünk az értelemről, maradjunk egy kicsit itt, mi is a mi értelmünk, az die Fähigkeit des Menschen, az embernek az a képessége, Dinge zu hogy a dolgokat vernehmen. Befogadja, vagy felfogja. Vernehmen. A németben a szó, ami az értelemre vonatkozik, az a befogadásból származik, hogy vezethető le nyelvileg. Tehát ez az embernek az a képessége, hogy befogadjon a dolgokat, önmagáról elfordítsa a tekintetét, és a dolgokat, és az embereket, és a teremtést önmagukban felfogja, lássa. Tehát megvan az a képességünk, alapvetően, hogy a saját központi szemszögünket, die vagy perspektívánkat, ami alapvetően a miénk, automatikusan járunk a világhoz. Diese ezt van lehetőségünk elhagyni ezt a pozíciót, valahogy átlépni saját árnyékunkon, a filozófia értelemben transzendálni, a másik fele lépek, a másik teremtmény felé, és megpróbálom az ő oldala felől gondolni a dolgokat. Ennek a dolognak, vagy ennek az embernek a szemszögéből, ennek a tárgynak a szemszögéből, a dolgot önmagáért megismerni, és megérteni, és befogadni, felfogni. Képesek vagyunk erre. A dolgok mai állása szerint azt hiszük, hogy hogy ez az a képesség, ami az embert leginkább kitünteti, mint ember. Azt hiszük, hogy úgy hiszük, hogy tudjuk, bár nincs abszolút tudásunk, de szóval úgy hiszük, hogy tudjuk, hogy egyetlen állat sem rendelkezik a tárgyilagosság képességével ebben az értelemben, tehát hogy nem tud egy dolgot önmagáért megismerni, megérteni, felfogni, befogadni, hogy mi ennek a dolognak az értelme. Nézhetem ezt a monitort itt előttem, és egyszerűen érdekelhet, hogy micsoda különleges katúja ez itten, és persze kikutathatom, és éjszakákat, vagy nappalokat tölthetek vele, hogy szétszereljem, és megnézem, kiderítsem, hogy hogy működik. Most vegyük elő a kedvenc kis gumicsontot, vagy vedd a kedvenc kutyádat, és akkor jön a kutya, és hát mondjuk, hogy jön a gondolat, hát nem mondjuk, hogy gondolat, de szóval valahogy előjön benne, hogy megehetem ezt a cuccot, vagy lehet vele szaporodni, vagy megjelölhetem, mint a birodalmamat, tehát ugye körül is jelheti magyarán, vagy ő az én gazdám lehet, nem, egyik sem, hát akkor odébb áll a kutya. De az ember képes megállni előtt, és azt mondani, hogy mi a csoda ez, micsoda különleges cucc ez. Tehát az ember mindenre, ami világban van, úgy tud nézni, hogy elhagyja önmagát, és kíváncsi a dologra önmagában. Micsoda értelme van ennek a valaminek önmagában, nem az én tekintetemben, vagy az én szempontomból, hanem ennek a dolognak önmagában. Mi az értelme? Ha felteszik a kérdést, hogy mi különbözteti meg az embert az állattól, én azt mondom, nekem ez a nézetem, hogy a tárgyilagosságra való képessége. Van, aki azt mondja, hogy a szerszám használat, de tudjuk, hogy például Galapagoszon valami kis madárkák letörnek kis tüskéket a kaktuszokról, és azzal fölnyásolják maguknak a kukacokat, amit megesznek. Tudjuk, hogy vannak állatok, amik abstrakcióra képesek, mondatokat tudnak gyakorlatilag a majmok összeállítani, hogy ez a banán zöld, nem sárga. Megérti. Tehát ezt meg tudom enni, mert sárga és az érett. Ezt egy majom képes elmondani, ha megtanítják. És ez igenis egy abstrakció, hogy egy banánról azt mondani, hogy nem zöld, hanem sárga. Tehát vannak állatok, amik képesek az abstrakcióra, de azt gondolom, hogy alapvetően, viszont nem hiszem el, hogy egy állat képes arra, amit én tárgyilagosságnak nevezek. A 20. nagy filozófusánál Schillernél is előjön ez a tárgyilagosság. És also, én elhiszem vom anderen her fühlen, erkennen und denken, und wir glauben sogar, meine Lieben, dass das im Grunde das ist, was den Menschen als Menschen am meisten auszeichnet. Nicht einfach nur seine Bedürfnisse zu befriedigen, indem er die Dinge der Welt und die anderen Menschen benutzt und gebraucht.
ahogy használja a világot, hanem az a dolgokat, vagy az embereket, hanem alapvetően akkor igazán ember, vagy egészen ember az ember, amikor ebben az értelemben használja az értelmét. Tehát így értve, vagy ebben a funkcióban használja az eszét. Tehát ez egy olyan mód, hogy, hogy belsőleg a felismerés, vagy a megismerés tekintetében a másik emberbe helyezkedem. Milyen módszer ez? Most elérünk a valódi témánkhoz, az igazság és a szeretet kapcsolatához. Alapvetően csak akkor működik, hogyha szerető módon képes vagyok a másik helyébe lenni, a másiknál lenni. Hogyha látsz egy anyukát a kisgyerekével, ők általában a természetüknél fogva képesek erre, érzik, hogy a kisgyerek mit érez, és folyamatosan tudják a gyereknek a szemszögéből nézni a dolgokat, az ő igényeit látni, átérezni. A férfiak egy kicsit nehezebben boldogulnak ezzel, hogy ők magukat beleérezik a gyerek helyzetével, mivel hogy a nő alapvetően a 9 hónap várandóság miatt már jobban össze van kötve gyermekével, a természet útján már jobban alkalmas erre, vagy képes erre, szeretlek, édes gyerekem. Azért itt mindig ott van az a kérdés is, hogy én magamnak szeretlek, vagy önmagadért szeretlek. Azt akarom apaként vagy anyaként, hogy a te életed sikerüljön, vagy az, hogy nagyon szeretném elérni, hogy a gyerekem azon az úton járjon, amit én elképzelnek. Ezzel a vívódással minden ember, minden szülő is találkozik, mindenki ismeri, aki szülő. Mi emberek vívódunk, hogy egy érettebb szeretetre eljussunk. Meg kell tanulnunk egyre inkább, egyre jobban a másikat önmagáért szeretni, megismerni és megérteni. Ha ez így van, ahogy mondom, milyen formája ez az értelemnek, ami itt megmutatkozik? Hogyan mutatkozik meg a megismerésre való készségünk, képességünk? Általában a tudásról, a megismerésről valahogy egy olyan fogalmunk van, hogy ez a hatalommal is összekapcsolódik. Tehát ugye sokszor mondjuk, hogy a tudás hatalom. Ha sokat tudok, akkor sok mindent uralok. Mindent tudnom kell, össze kell gyűjtenem a tudást, mint valami birtokomat vagy kincsemet, és ez nagyon pozitív dolgokkal kapcsolódik össze a társadalmunkban. Hogyha valaki tudja az orvostudományt ától cettig, akkor az olyan, mint egy félisten. És ez nem csak rossz dolog, hogy valaki érti a dolgát, vagy érte ahhoz, ami a dolga. De az a kérdés, hogy ez mind az értelem, nem kellene a megismerésünknek befogadni alázatosan, ráhallgatva a másikra, kinyújtani a kezét a másik felé, hogy a másik megkapja a lehetőséget, hogy önmagát megmutassa a másik ember, vagy akár a másik teremtmény. Észrevették már, hogy milyen jót tesz, ha egy embert igazán meghallgatja valaki. Tehát egy igazán jó hallgatóság ember, aki képes meghallgatni, az belsőleg egészen ott van velem. És amikor a felismerő értelmével ott van velem, akkor ez az értelem tulajdonképpen szegény. Kiüresíti magát. Miért teszi ezt? Mert valóban vár tőlem valamit. Hiszi, hogy ajándékot kaphat tőlem. Mert lát bennem egy gazdagságot, amit beszeretne fogadni. És mindannyian megtapasztaltátok már, hogy vannak emberek, akik úgy csinálnak, mintha meghallgatnának.
de belsőleg már készek. Ugye az ember elmegy az orvoshoz, és elkezdi mondani, hogy fáj a hasa, meg ez a baja, meg az a baja. Az orvosra meg még vár másik 20 ember, és rám néz, azt mondja, hogy ja, biztos vakbél, súgy, már mehetek is. Nem hallgatja meg, végez velem gyorsan, nem igazán felismerve és szeretettel közeledett hozzám. Ehhez olyan értelem kell, amely meghallgatni képes és befogadni képes, igazán felfogni képes, és ez azt is jelenti, hogy a másikat önmagában megbecsülöm, önmagáért értékesnek tartom. Most már annyit beszéltem, hogy hirtelen elvesztettem a fonalt. visszaugrottam. Bocsánat. Ez már mind elmesélem. Látjátok? Most itt akkor most kaptok egy kis lélegzetételnyi szünetet. Nicht elég tömény volt. Nem kell tapsolni, de majd mindjárt kész leszek most már. Tehát ez a tárgyilagos megismerés a másikkal soha nem végez. Tehát soha nincs készen. Legyél nagyon óvatos, hogyha találkozol valakivel, aki azt mondja, nem tudsz már nekem semmit eljátszani, ismerlek, átolcettik. Nagyon vigyázzatok az ilyen emberekkel. Lehet, hogy ez a nagy szeretetének a túlzása, de legyél vele óvatos. Az már nem vár tőle senki, semmit, aki ezt mondja. És nem tudja elképzelni, hogy képes vagy még neki meglepetést okozni. Nem hiszi el, hogy van benned gazdagság, már mindent tud rólad, már végzett veled, ismert, úgymond. Ez egy rossz közelítési mód. Tehát az igazság mindig új, alapvetően mindig lehet meglepő. Az az érdekes tapasztalat, amit az előbb mondtam, hogy létezik az a perspektíva, hogy mindannyian hagyunk erre, hogy a dolgokat a magam szempontjából értelmezem, akkor a tárgyilagosságnak a belső hozzáállása, tartása, ez pont azt jelenti, hogy szabadon engedem a dolgokat. A másik nem az én hatalomvágyam, vagy egyéb kívánságaimnak a meghosszabbítása, hanem ő egy magában létező valaki, akit engedek szabadon létezni. Nem kell, hogy rendelkezésemre álljon, vagy valami kapcsolatban legyen velem. Szabadon engedem, feltételezem, vagy abból indul ki, hogy alapvetően értékes, és ez kell ahhoz, hogy tárgyilagosan tudjak vele lenni. Tehát az ő szemszögéből nézni a dolgokat. És nem pedig csak a saját előítéleim, vagy a hasznosság szempontjából, számomra való hasznosság szempontjából tekintek rá. Egyébként az előítélek nem csupa rosszak. Az a kérdés, hogy segít-e ez a dolog nekem abban, hogy megismerem a másikat, vagy akadályoz. Van előrehaladás a másik megismerésében. Az itt emlegetett tartás, amiről beszélek, hozzáállás, alapvetően nem kívánja meg a másikat, nem kapzsi, vagy nem akarja megszerezni, vagy megkaparintani. Ne nevezzétek, vagy ne értsétek ezt túl szorosan, vagy szó szerint, vagy szűk értelemben, de ezt jelenti a tisztaság. Írtos szeretlek, nem tudok nélküled élni, magamnak kell lesz, nekem kell lesz. Nem szeretlek, hanem szeretnélek, mondhatjuk a magyarnak a szójátékával. Ez nem tiszta, nem szép szeretet, de az ember képes, és arra van hivatva, hogy ilyen tisztán és szépen szeressen. Hogy tisztán és szépen szeressen, tehát ne úgy, ahogy az előbb ezt a Haben szeretetet elmondta. Nem azt nézem, tehát, hogy mit várhatok a másiktól. A hitben haladva, tulajdonképpen a tárgyilagosság
feltételezi, vagy abból indul ki, hogy feltételezem, hogy a dolgok önmagukban, a valóság önmagában már igaz, jó és szép. Anélkül, hogy én valamit rá kéne húzzak, vagy be kéne magyaráznom, hogy ez miért szép és miért jó. Tehát még mielőtt én az ítéletemet, a véleményemet megalkottam volna, a dolog, vagy a teremtés jó, szép önmagában. Hogyha nem lenne önmagában értékes, akkor soha nem nyílnék meg a valóság számára. Würde ich in der Perspektive der Macht und des Beherrschens unter Kontrolle bleiben. Akkor kontrollálnám, kontrollat tartanám a hatalom és a tulajdonlás hozzáállásával. Tehát a tárgyilagosság hozzáállása az, ami azzá teszi az embert, ami és ami lehet. Ennek a tárgyilagosságnak az a hit, az előfeltétele, hogy hiszem és feltételezem, hogy a teremtés mindennek ellenére alapvetően önmagában jó és szép. Miért lesznek az emberek művészek? Miért csinál az ember művészetet? Mert megnyílik előttük egy olyan valóság, ami önmagában szép. Miért gyártanak, miért szereznek a zenészek dalokat? Miért építenek az építészek olyasmit, ami nem csak egyszerűen célszerű? Mert a világ önmagában szép, és önmagában van értelme. És most elérünk arra pontra, amiről már délelőtt beszéltünk. Igazából nem úgy van ez, hogy alapvetően a legjobban és leginkább és legmélyebben akkor vagyunk hitelesek és önmagunk, amikor a leginkább megfeledkezünk magunkról. Erről beszélt a Johannes. Ugyanúgy igaz ez az értelmünkre is. Amikor a másikkal vagyok, ő miatta, ő érte, akkor nem arra gondolsz, hogy neked milyen hasznod lesz belőle, hanem egyszerűen megmutatkozik a másik önmaga. Éreztétek már azt, hogy milyen jót tesz, amikor valaki tényleg ismert, tehát hogy tényleg rád ismert, tényleg valami mélyet megért belőled, mert szeret téged. Nem azért, mert használni akar. C.S. Lewis egyszer azt mondta, hogy egy igazi keresztényel találkozol, nagyon fura lesz, vicces figura. Az az érzésed, hogy jobban szeret, és alig van rá szüksége. Az igazi keresztény sokkal jobban szeret, és nem igazán van rá szüksége. Nem arról van szó, hogy nincs szükségünk az emberekre. Közösségi lények vagyunk, nyilván. De ugye értitek, amire gondolok. Tehát, hogy nem akarom használni a másikat a magam érdekében. Tehát a tárgyilagosság hozzáállásában az ember abból indul ki, hogy a világ önmagában értelmes. Van értelme a világnak. És bár van, de nem önmagától. Nem önmagából származik ez az értelem. Érezzük magunkban az erkölcsi törvényt, aminek érezzük, hogy igazából mindannyiunknak szót kellene fogadnunk, és érezzük azt is, hogy nem mi hoztuk ezt a törvényt. Érezzük, hogy van bennünk egy olyan forrás, ami azt mondja, legyünk jók, akkor is, ha nem mindig sikerül, sőt. De ez a noszogatás, inkább ez az indítatás független tőlünk. Egy olyan értelemben János evangélium elején olvassuk. Kezdetben volt mindennek az értelme. Az egységes fordítás általában azt mondja, kezdetben volt az ige, a szó. De fordíthatnánk ezt úgy is, hogy megvolt mindennek az értelme. Létezett mindennek az értelme. Jézus mindennek az értelme, a történelem értelme, aki életről is. Minden életnek ez a fő kérdése, az értelem. Azt olvassuk a Kolosszai levélben, hogy Jézusban alkotott, teremtetett minden, és létezik minden, és áll fönn minden.
a világ Krisztusért, és Krisztusért van. Az is érdekes, hogyha azt mondom, amennyire önmagunkról megfeledkezve, tárgyilagosan, ahogy eddig én használtam ezt a szót, ott lehetek a másiknál, nem érdekes, hogy utólag általában ilyenkor azt tapasztaljuk, hogy ó, hát mikor voltunk leginkább hitelesek és igaziak, igazán mélységesen jelenlétben, akkor, amikor a leginkább másfele néztünk, nem magunkra. Amikor leginkább megfeledkeztünk önmagunkról. És az a ostobaság, hogy vagy szörnyűség, hogy nem tudom előállítani ezt a helyzetet. Jó, oké, remek, akkor most akarom magam elfelejteni. De ez nem sikerül így, soha nem megy. Az olyan, mintha fekszel az ágyba, el akarsz aludni, és azt mondja, jó, akkor most elalszom, most végre elalszom, most végre elalszom. És akkor nem, így nem lehet elaludni. Vagy ha ott vagy az imateremben, és azt mondja, ó, egészen bele akarok feledkezni Istenbe, és odaadni magam, és állandóan arra várok, hogy na, belefeledkeztem-e már. És végre imádkozom, mert ez nem imádság. Nem ez az imádság. És az a baj, hogy ezt nem tudjuk mi magunktól megtenni, hogy megfeledkezzünk magunkról. A tárgyilagosság, ez a tiszta szeretet, ez nem megy magától nekünk. Nem tudjuk mit csinálni. Tehát az a képesség, hogy ilyen értelemben a másiknál legyünk, amikor leginkább megfeledkezem magamról, ez a legmélyebb énemet érinti. Mélyen annak a jelenlétét érinti bennem, aki mindennek az értelme. Amikor a hivatásomat keresem, akkor találom meg igazán, hogyha megtanulom minél többet ebben a jelenlétben lenni, megérinteni azt az alapot, amelyen állok, és amely megmutatja, hogy mi az én értelmem, az én életem értelme. Nos, ha azt mondtam az előbb, hogy abból indulunk ki, hogy a világnak önmagában magában van értelme és jó a világ. Ez tehát egy hit, egy bizalom, és amikor ezt így felfogjuk, akkor mindjárt azt is érezzük, hogy ajajaj, ez veszélyes. Megnyitom magam a másik számára, pedig igen, azt gondoltam, hogy magában is jó, meg szép, és közben egy zsivány, egy hazug, szörnyeteg megbánt engem, és megsért, és kihasznál, és megnyitom magam, és akkor kihasználnak, és tönkretesznek, megbántanak, összetörnek. Nyilván ezek után nem lesz kedvem megnyílni, félni kezdek. Inkább magamban akarok maradni, és inkább kontroll alatt tartani a dolgokat. Ne gyere túl közel hozzám, és én szabom meg a dolgokat, én vagyok a főnök. Arra vagyunk felhívva, hogy legyünk tárgyilagosak, tehát bízzunk abban, hogy a világ önmagában jó és igaz mindennek ellenére, bár van ebben a világban gyilkosság és szenvedés és nyomorúság és kihasználás, stb. Minden szörnyűséget, ami a történelemben már megtörtént, ez mind rám zuhan, amikor megpróbálok megnyílni a világ előtt. A gond az, hogy ez a sok szörnyűség nem csak kint van a világban, hanem bennem is. Egy szerető vagy tárgyilagos emberrel találkozom, és mindjárt jön a feltételezés. Ójé, olyan szépen játszol. Biztos nagyon szorgalmas a templomban, de biztos csak be akarja hizelegni magát a papnál. Ez a másik. Minden szépen kidíszít, de csak azt akarja hallani, hogy mindenki csodálkozik, hogy milyen gyönyörűen van díszítve háza. Miért van bennem ez a gyanú? Azért, mert belülről ismerem nagyon is mélyen ezeket az indítékokat. Nem kell azt gondolnotok, hogy itt állni sok ezer ember előtt beszélni, ott olyan egyszerű megbirkózni a hiúság kísértésével. Ugye, Johannes? Hát igen. Wir kennen das. Ismerős. Imádkozzatok azért, akik itt fönt beszélnek. Bitte? Der Herr Jesus ist da relativ nüchtern über unser Herz, ja? Jézus elég józan a szívünk mélyében. És elég világosan elmondja, hogy a szív mélyéből
fakad minden gonoszság és esztelenség és szörnyűség és bántás és bűn. Most nem tudom pontosan, hogy hogyan felsorolva, de ismeritek ezt a részt. És hogy az teszik szennyesé, az azt szennyezve az embert, ami belőle kifele jön, és nem az, ami bemegy. Ez is hozzátartozik a tárgyilagossághoz. Tehát van, ugyanakkor meg van egy csomó ok, ami miatt mondhatjuk, hogy jó, nem kell ilyen tárgyilagosnak lenni, nem kell ebbe a megismerő szeretetbe belépni, maradjunk kívül, de akkor elpasszoljuk, hogy lemaradunk arról, ami a mélységesen emberé teszi az embert. Egy olyan ember, aki soha nem lép át a saját árnyékán, az haragos lesz, mérges lesz, és megmarad az egocentrizmus a fogságában, mindent saját magára redukál arra, hogy neki mennyi hasznot hozhat a dolog, az én számomra mennyire hasznos. És ezt hallottuk, ezt a katalógus délelőtt, hogy mi minden van. És azt is, hogy akkor mi lesz az életem központi tartalma, mi veszi birtokba azt a helyet, ami igazából az Urat illetné meg. Aki nem szeret, az a halálban marad. Ki kell lépnem a magamból, és a másik helyében gondolkozni. Ez azt jelenti, hogy meghalok a János Evangélium szellemében. Ez valahogy azt jelenti, hogy meg kell találnod az utat az életbe. Mert különben ebből a fogságból, a saját eredből nem tudsz kiszabadulni. De ez azonban azt is jelenti, még egy kiegészítés, a félelem, és mindannyian erről is hallottunk ma délelőtt. Johannes mesélt erről, mindannyiunknak ott van a háttérben mindig a félelme is, az, hogy elveszítem az ellenőrzést, elveszítem az elismerést, elveszítem a dolgok élvezetét, vagy a biztonságomat, a kényelmemet. Igen, ettől félünk. Jézus nagyon gyakran mondja az evangéliumban, én vagyok, ne féljetek. A bűn, mint állapot, tehát nem mint tünet, mint állapot önmagában azt jelenti, hogy használom a másikat és a világot. És ez még a szeretet látszata, hogy szép állarc alatt is történhet, a vallásosság állarc alatt is. Nem minden üdvözítő automatikusan, ami úgy néz ki, mint a szeretet. Nem minden szeretet, ami úgy néz ki. Én Don Bosco rendjébe tartozom. Átmentünk egy hosszú képzésen. Újra meg újra hallottunk Don Boscóról, és bennem kialakult egy olyan kép, hogy fú, olyannak kell lenned, mint Don Boscónak. Igen, volt egy gyönyörű kép, aki nagyon jó volt, Don Bosco nagyon jó volt a fiatalokhoz. És akkor megyek a fiatalokhoz, és na most nagyon jó szeretnék lenni hozzájuk. Miért? Azért, hogy az én ideálom beteljesítés vagy elérésében segítsen a fiatal. És baromi jól néz ki, tök jól néz ki. Ó, azt mondják, milyen jó Szalézián, és ez az ember követik őt a gyerekek. És a tény egészen más. Az én önképen beteljesítésének az eszközévé válnak azok, akiket elvileg szolgálok. Tulajdonképpen nem ővelük foglalkozom, azokkal a fiatalokkal, az ő kérdéseikkel, az ő értelmével, az ő igényeivel. Csak úgy csináltam, mintha. Most persze jövök hozzá, de tulajdonképpen azt akarom, hogy te segíts nekem, hogy én ezt a show műsort, hogy én most milyen jó szaléziánus vagyok, most ezt így bemutathassam sikeresen. Magamban maradok, és a halálban maradok továbbra is. Még azok a kísértések is, hogy önmagunktól szeressünk. Sajnos ezek se tiszták, ezek is mindig ott van a kísértés, hogy a birtoklással szeressünk. A keresztre feszített szeretet, a mi megtört
szeretetünket is gyógyítani akarja. Tehát azt, hogy szeretlek, de ez azt jelenti, hogy szeretnélek, azt akarom, hogy az enyém legyen. Ahhoz, hogy ember legyek teljességben, aki megtalálja a tárgyilagosság tartását, hozzáállását, ahhoz az kell, hogy legyen egy talaj, ami elhordoz bennünket, amire építhetünk, amelyben minden alkottatott, ami mindennek az értelmét adja. Azért van szükségem erre a talapzatra, mert csak akkor tudok kilépni magamból, ha van alattam egy szilárd talaj, akkor tudok magamról megfeledkezni. Hogyha azt mondom, hogy én vagyok az egyetlen én, akkor soha nem tudok a másik felé lépni, nem tudok megfeledkezni magamról. Soha nem tanulom meg az odaadást. Tehát szükségünk van Jézusra. Szükségünk van a dolgok értelmére, de nem egyszerűen gondolatok kellenek nekünk Jézusról. Nagy kísértés nekünk teológusoknak, hogy nagy okosakat beszélünk, könyveket írunk Jézusról. Tehát én is ismerem ezt a kísértést, hogy szép könyveket írunk Istenről, és ott áll a polcon, wow, milyen jól elmagyarázta az én könyvem, minden benne van Istenről. Az én könyvem, az enyém, az én kis bálványom. Ott van, de már semmi közöm hozzá. Nagy kísértés minden teológia számára. A teológia csodálatos dolog. De hogyha a hatalom és a birtoklás állapotában maradok, vagy hozzáállásában, akkor mindig a halálban maradok. Ha nem maradok az alázatban, vagy nem találok újra meg újra vissza az alázatba, akkor Jézus is csak egy bálvány marad számomra. Tehát az a tapasztalat, hogy az Úr hordoz engem. Például olyan tapasztalatok, mint itt, ahol tényleg nagyon sok hívő ember együtt van, aki abból akar élni, vagy arra vágyakozik, hogy Isten hordozza, aki már ismeri ezt az érzést, aki akarja, hogy az egyház vigye magával, érintse meg, tapasztalja meg az egyházat. Adjatok, segítsetek, hogy megtaláljam a tartásomat. És segítsetek abban, hogy önmagam lehessek, hogyha nyílt vagyok és megbántottam, engem is érintenek ezek a dolgok, ha csak kihasználnak, engem is szíven üt, vagy fáj, de tekintsünk együtt a keresztet függőre. Ez volt a legradikálisabb megnyílás az Istennek az világ felé, és ez a kereszt, ezen a kereszten keresztül, és ezen a kivégzésen és szörnyűségen, lemészároláson keresztül váltattunk meg. Mert a szeretet ebben megmutatta a végsőket, ami valójában a szeretet, hogy a végsőkig elment, hogy mi a szeretet. Az egyik kedvenc szava az egyik nagyon elismert és jó tanáromnak, hogy az Istenbe jövő szeretet. Igen. Tehát ez egy olyan szó a németben, aminek kettős jelentése van. Azt is jelenti, hogy ingyenes, meg azt is jelenti, hogy tehát, hogy ajándék, nem kell érte fizetni, és azt is jelenti, hogy hiába való. Ez az umsonst. Nem hoz neked semmit, nem ad semmit, nem használ, nem lehet belőle vásárolni, nem lehet megenni. A döntő pillanat, az egyik döntő pillanat, egy, vagy inkább mondjuk úgy, hogy egy felfoghatatlan nehéz pillanat a tanítványok számára, amikor ott állnak a kereszt tövében, és látják a mesterüket, mint egy utolsó bűnözőt, és azt gondolják, hogy minden hiába volt. Úristen, minden hiába volt. És Jézus ott függ, kivérezve, megnyitott szívével, és azt mondja, minden, ingyen, csak nektek, tiszta, nem birtokló, szeretet, utolsó odaadás, értetek. Hogyha megtanulunk hinni abban, hogy a megfeszített mindennek az értelme és mindennek a megváltója, akkor kezd a szeretet, amit
alapunkká válni, vagy szóval az a sziklával, amin állhatunk, ami elhordoz bennünket, és képesek vagyunk megnyitni magunkat. Ha az Úrban vagyunk, akkor otthon vagyunk. Otthon. Pilátus azt kérdezi Jézustól egy kicsit. Mi az igazság? És Jézus, aki hagyja, hogy megkínozzák, hogy keresztre feszítsék, ő az igazság, akit már fölismer az ördög is, amikor... Jaj, bocsánat, nem a Tajfer, hanem a Tajfer. Tehát a keresztelő Szent János már látja benne a bárányt, aki... És János is látja a kereszten, és a római katona is látja, hogy igen, ez valóban Isten fia. Ő az igazság, ő az út és az élet. És Jézus azt mondja a Pilátus kérdésére, azért jöttem a világba, és azért születtem, hogy tanúságot tegyek az igazságról, és mindenki, aki az igazságból való, vagy abból él, az hallgat a szavamra, és hallja a hangomat. Benne lenni azt jelenti, hogy az igazságban lenni, és az igazságból születetnek lenni, és újra meg újra az igazságból születni. Nos, mit jelent ez a kiengesztelődés, a szubjektív és szubjektív igazság kibékítése értelmében? Ugye azt mondtam, hogy erre törekszem, szeretnék egy történetet mesélni az egyik rendtársamról, Geisinger atyáról. Egy környezet és kultúra központot vezet, és nagyon-nagyon szereti a teremtést, és nagy örömét leli a természetben. Minden fűszálat személyesen ismer, és mindegyikről van egy történet. És ez a Geisinger atya, neki van egy specialitás abban a központjában, ebben a kultúrközpontban, hogy vannak neki hangyái, nem hangyás, hanem valami nem akármilyen hangyái, vannak valami velencei levél hangyák, vagy micsodák. Elmentek az erdőbe, és láttok egy ilyen nagy kupac erdei hangyabolt. Milyen jó, milyen szervezettek meg mindjárt, hogy összeszalkálnak, és mégis tudják, hogy mit csinálnak. Ja, bocsánat, nem velenceiek, hanem venezuelailak. Akkor, ha azokat látod, akkor azt mondod, hogy ezek a mi erdei hangyáik, ezek a kőkorban vannak, mert ott az egyenlítő környékén ott nem volt jégkorszak, és ezért evolúció, a hagyják evolúciója sokkal előrébb tart. Ott már, mit tudom én, 16 féle különböző feladat van, hányféle szolgálat van, és mindegyik másképp néz ki minden hangya, aki a szemetet takarítja el, aki harcos, aki a királynőt védelmezi. És ez az atya úgy tud beszélni a hangyáiról, hogy azt mondod, hát ez egy micsoda fantasztikus teremtmények ezek a hangyák. Egyszer csináltam egy ilyen kísérletet, elmentem oda egy pár fiatal sráccal, 17-18 éves fiúval, egy szombat délután, vasárnap délután. Na, mit csináljunk ma? Mondom, figyeljetek, elmegyünk hangyászni. Elmegyünk a Geisinger atyához, és meghallgatjuk a történetét a hangyákról. Jaj, megint jön a kis bogaraival. De addig szorongattam őket, hogy elmentünk. És egy 2 órás előadás után a fiú azt mondják, hű, hát a hangyás, hát a jó. Venezuelai, mit tudom én, milyen levél hangyák. A lelkesedés tiszta formája. Na, mindesetre teljesen be voltak sózva. Most nem csodálkoznék, ha közülük valaki fölismerni, hogy neki ez a hivatása, hogy hangyakutató legyen. Na, szóval ahova ki akarok kipadni ezzel, az a történet, amit az atya el tudott mesélni a hangyákról, legyen a szubjektív vagy objektív. Super frage, gell? Ez a kérdés, hogy ez szubjektív volt-e, vagy objektív ez a történet. Jó kérdés. Az én meggyőződésem az, hogy abban a tárgyilagosságnak a hozzáállásában a szubjektivitás és objektivitás egy gyógyult, vagy egészséges kapcsolatban vannak egymással, viszonyban. Mit jelent ez, hogy ez az ember, ez az atya tényleg szereti ezeket a teremtményeket, és heteken és hónapokon át kutatta őket, és figyelte, úgyhogy
hogy úgy érzi, hogy ajándékot kapott tőlük, és gazdagították tőlük. És ezért hiszi, hogy minden mondat, amit róluk elmond, az a tiszta igazság, mert olyan jól ismeri őket. Und jetzt subjektiv, de szubjektíven nézve, bármelyiketek megértené, hogy úgy, ahogy a Geisinger atya erről a hangyákról tud mesélni, úgy egyetlen ember sem tudna. Ugyanígy nincs még egy ember, aki el tudná ezt mondani, mert ő egész szívével és egész odaadó szubjektivitásával benne volt, ott volt ezekkel a teremtményekkel. És akkor mindig azt képzeltem, hogyha én holnap egy másik csoporttal kéne valahova mennem, és mondjuk nem érne rá az atya, és elvinném ezt a csoportot, és elmondanám szóról szóra azt, amit ez az atya elmondott, a gyerekek 5 perc múlva lelépnek, és azt mondják, de unalmas vagyok. Nem jönne át, amit mondani akarok. Also warum? Weil ich nicht in der liebenden Weise bei den Dingen gewesen bin, bei den Geschöpfen, nem vagyok azzal a szeretettel, ezek iránt, a jószágok iránt. Zu erkennen. Und hogy davon fel tudjam őket ismerni a szépségben, és ezt átismerni, hogy tudjak róla beszélni. A szeretetben, és most persze, und es geht ja nicht nur darüber, dass wir über Geschöpfe reden oder über Kunst reden. Es geht am Ende darüber, dass wir voneinander reden, aber vor allem Zeugnis von Christus geben. Amikor Krisztusról teszünk tanúságot. Főként, amikor Krisztusról teszünk tanúságot. Az a kérdés, hogy hogyan is beszélünk Krisztusról. Evangelisch bedeutet etwas stärker den subjektiven Akzent betont. Az evangélikusok egy kicsit a szubjektívet hangsúlyozzák jobban, az odaadást, a szubjektivitást, hogy beleadom, hogy ő az én Uram, az én Krisztusom, az én döntésem ő mellette. Katolikusok számára ez inkább azt jelenti, hogy ő az, akinek engedelmeskedem, akire hallgatok. Akit meghallgatok, és ennek a két hozzáállásnak a mélységes kibékítése ez a szentség. És ez tényleg a szent mi volt, olyan értem a szentség. Tehát olyan emberként, aki sokat tanult filozófiát, meg minden, tehát foglalkoztam más filozófiai rendszerekkel, vagy vallásokkal, és mondjuk Hegel nagy szám volt a filozófiában. És Hegelnek vannak követői. Még soha nem találkoztam két olyan hegeliánussal, akik tényleg egy véleményen voltak, hogy egyek voltak. Vagy Arisztotelésznek a követői, vagy akárki. Soha nincsenek egységben. Pedig mindegyik nagy szakértője Hegelnek, vagy Arisztotelésznek, vagy akárkinek. És ami érdekes, amiről igazából nálunk szó van, ha egy ember mélységesen kezdte felfedezni Krisztust, és arról beszélni, amit felfedezett, akkor ezt egészen sajátos módon teszi. Úgy, ahogy Avilai Szent Teréz. Egyszerűen nem lehet utánozni. De ha Avilai Szent Teréz találkozik Aquinai Szent Tamással, aki szintén Jézusról beszélt, szintén egy egészen felfoghatatlanul sajátos, különös módon, teljesen nyilvánvaló, hogy ezek szívük mélyén értik egymást, és egy szív és egy lélek lesznek, és tudják, hogy ugyanarról a valakiről beszélnek. Ez a Szentlélek, gyerekek. A Szentlélek az, aki egyesít bennünket, és aki ugyanakkor szabaddá tesz arra, hogy a mi individuális, sajátos, személyes módunkon azok legyünk, akik vagyunk. Ha utána majd még most én a katolikus rész, még Máriáról is beszélem kell, Isten anyáról. No, tehát hiszem, ahol ez először és legmélyebben megtörtént, ez Isten anyja volt. Mária, mi katolikusként hiszünk abban, hogy az volt a privilégium, hogy mentes volt a láteredő bűntől. Evangélikus értelemben az evangélusok azt mondják, hogy akkor, amikor igent mondott az angyalnak, abban benne volt az egész lénye és az egész szubjektív odaadása. Igen, tehát akár így, akár úgy nézzük. Objektíven is abszolút alkalma, vagy szót fogad, engedelmeskedik az Isten akaratának.
nem akar semmi alól kibújni, nem keres kifogásokat, világos, benne kibékül a szubjektív és az objektív, benne szentség van, és ez a szentség egészen odaadás, és mélységes engedelmesség. Mélységesen ahhoz tartozás, akinek igen mondott. Ilyen értelemben hisszük, hogy ő az egyház kezdete annak a mennyasszonyi dimenziónak, amiről itt az imádságházában is sokat beszélünk, az egyháznak ez a mennyasszonysága, ennek a kezdete, a szép és gyönyörűséges kezdete Mária, amiben mi beállhatunk, és amiben összhangba lehetünk. Ezért hívja a mi teológiánk az egyház ősképének Máriát. Az én kedvenc definícióm, hogy Mária és az egyház Isten lakása a világban. Amilyen mértékben a szívünk Isten lakásává válik, annyira leszünk, olyan mértékben leszünk egyház, és olyan mértékben, amennyire hasonlítunk Máriához. Persze meg Jézushoz, világos, de teremtményként, akik az első, ahhoz a teremtőjéhez hasonlítva, aki az első mélységes igent mondta a teremtőnek. Most már túléptem az időt, és még vannak dolgok, amiket el akartam mondani. No, még szabad egy kicsit? Végül is tiriá értek, azt mondod, jó. De fél ötre ígértem a találkozót a passzaujaknak, úgyhogy most már rövidre veszem. Néhány utalás még arra, mi köze a tárgyilagosságnak az imádáshoz. Hogyha a tárgyilagosság azt jelenti, ami a leginkább emberi teszi az embert, az a képesség, hogy a másikkal legyen a másikért önmagáért, a dologgal legyen a dologért önmagáért, akkor nyilvánvaló, hogy van egy ilyen fokozatosság abban, amilyen választ a dolgok várnak, követelnek, és amilyen felelősséget várnak. Hogyha reggel fogom a fogkefémet, nem kell minden alkalom megkérdezni tőle, hogy mi a te értelmed, és hogyan találkozzam veled önmagad, hanem egyszerűen fog meg, és most meg elfogadod. De, hogyha egy emberrel találkozol, akkor szabad egyszerűen azzal a ténnyel, hogy tudod, hogy ember, nem szabad őt soha csak egyszerűen használod, hanem mindenképpen legalábbis a méltóságának az elismerésével tiszteleteke felé fordulnod, tisztelni azt, hogy ő ember, és ezt az emberi méltóságát tiszteletben tartani. Tehát van egy fokozatosság a sima tárgyaktól, az élő dolgokon át, a személyesig, és mindegyik egy személyes, minél közel van valami személyes, ez annál inkább tartozunk neki ezzel a tárgyilagossággal, tehát hogy őt önmagáért szemléljük. Paulus azt mondja, senkinek se tartozatok semmivel, csak a szeretettel tartozatok egymásnak mindig. Mert aki másikat szereti, az betöltötte a törvényt. De, kedveseim, hogyha ez így van, hogyha Isten Krisztus az, aki egyetlenként egy abszolút értelemben érdemes arra, hogy önmagáért szeressük és imádjuk, hogyha ez így van, és őszintén szólva nem hagy nekünk alternatívát vagy választást ebben a kérdésben, hogy így van-e. Ha hogyan lenne másképp? Ha Isten Isten, akkor ő az egyetlen, aki abszolút értelemben értékes és megérdemli, érdemes arra, hogy önmagáért szeressük, imádjuk, keressünk. De ez azt jelenti, hogy ha a tárgyalagosság az, ami az embert emberé teszi, akkor a legmagasabb kifejeződési formája a tárgyalagosságnak és ezzel az emberiességnek, az emberségnek az imádás képessége, hogy Istent önmagáért, istenségéért imádni. Ez a legerősebb kifejeződés az emberségnek. És akkor jön a kérdés, hogy mi van a többi dolgokkal, amiket önmagunkat kell szeretnünk. Hans Urs von Balthasar azt mondta, ne gondoljátok, hogy Krisztust olyan könnyű fölismerni a másikban,
hogyha előtte nem ismertük meg őt magát. Nicht, dass wir den anderen, ne gondoljátok, hogy a másikat, so einfach erkennen, wenn wir a másikban nagyon könnyen fölismeritek a Krisztust, hogyha Krisztust magát nem ismertétek meg előtte. Tehát meg kell tanulnunk Istent önmagáját imádnunk, meg kell tanulnunk benne állnunk és engednünk, hogy hordozom bennünket, és ezt tesz képessé arra, hogy Krisztust szolgáljuk a másikban. És ez ugyanaz, mint a másikat önmagáért szeretni. És nyilván a dolgok összefüggenek, persze, hogy összefüggenek. Ha soha nem szeretem a másikat önmagáért, akkor azt mondja a János levél, az első János levél, hát hogy van az, hogy nem szereted azt a testvéredet, akit látsz, és azt állítod, hogy szereted Istent, akit nem látsz, ez hazugság. Világos, hogy ezek összefüggenek. És nyilván lehet az, hogy a másikkal a találkozáson keresztül tanulod csak meg, hogy kicsoda Isten, de annak a képessége nélkül, hogy imádva legyél Istennel, ennélkül a képesség nélkül nem tudunk tartósan szeretni. Egyszer megkérdezték Teréz anyát, hogy egy kommunista országba elmegye a nővéreivel a szegényeket szolgálni. És azt mondta Teréz anya, akiről tudjátok, hogy katolikus volt, nem azért mondom, hogy az eukarisztiára fölhívjam a figyelmet, de egyszerűen neki ez volt az életének a tartalma. Azt mondta, ha imádkozhatunk, ha vannak papok, és tudunk misét ünnepelni, akkor jövünk. De amikor azt mondta ez az ország, hogy nem, misék nem jönnek, és nincs az oltári szentséget nem hozhatjátok, akkor azt mondta, hogy úgy nem tudunk jönni. Mert csak a miséből és a két óra szentségemeldésből tudjuk megismerni és szeretni a másik embert. Meine Lieben, die christliche Gestalt. A Krisztusi alakja a tárgyilagosságnak, ezért az az élet, ami a hálából fakad, abból fakad, hogy befogadtak ebből az eukarisztiából, ebből a hálaadásból, ami a hitünk beteljesítése vagy véghezvitele, Isten befogadása, és ennek a befogadott szeretetnek a továbbadása a világ felé. Ő neki hálát adni, őt imádni, őt szeretni, és őt szeretetként továbbadni a világnak, elvinni a világba. És így bezárul az a kör, amit az elején mondtam, Istent, amit Johannes is mondott, megismerték, felismerték Isten, de nem adtak hálát neki, és nem tisztelték Istenként. A tárgyilagosság azt jelenti, hogy ember vagyok, és ennek a legmagasabb formája és legmélyebb formája az imádás. Ez a hálából fakadó élethez vezet, ahol hálásak vagyunk Istenért, együtt járunk az ő szent lelkében. Köszönöm a figyelmeteket!